távoli ez az időpont, akkor én azt hiszem, hogy mégiscsak arra gondolhatunk, hogy borzasztó gyorsan el fog szaladni ez az idő, és több lehetőség nyílik arra, hogy még alaposabban, esetleg más művekben gondolkodva felkészülni erre a találkozóra. Hiszen közben lesz ugye a téli szünet, azután jön az iskolában a fél év zárás, sok iskolában már síszünetről is tudunk, és nem lesz olyan nagyon hosszú ez a várakozás idő. Még a bármitélyek tényleg kétel van, vagy gond lenne a gyűri döntését tekintve, vagy ha éppen a következő fordulóba bejutottak, szeretnék meghallgatni, hogy mit csináljanak másként, tehát akkor ez az hangzóanyag egy hónapig rendelkezésre áll. És hadd mondjam el még befejezésül, hogy nagyon sokat segített számunkra ennek a rendezvénynek a megvalósításában az a pályázat, amelyet sikerült megnyernünk, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához benyújtott pályázat, és nagyon szépen köszönjük szponzoroknak, a Teipari Vállalatnak és a BBK Pécsi Kft-nek Pécsről, hogy ők pedig hozzájárultak ahhoz, hogy majd a szünetben azért az izgalmakat egy kis. Ami felsőtéssel van a versenyre, körülbelül 13 órakor kerül sor, remélem, hogy tudjuk tartani az időt. Most pedig szeretném említeni a zsűrit, kezdeném a Népalada Gondó versenyzőjével, a zsűri elnöke Solyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Színházban. A zsűri tagjai Mihalin Zsolt, költő és a Lőveri Gimnázium tanára. A zsűri másik tagja Meliorin Béla, szintén költő.
hét mesen mondó verseny, mind a délelőtt, mind a délután is zsűrije, elnök, Petfor Jenő dráma tanár. Dr. Újhányné Füzi Ágnes, a Pécsi Vágyi Közben igazgatója. És Szász Korunván Olga, a Babis Gimnázium tanár. Most pedig kérem szépen, hogy a felnőtt mesemondó versenyzők és a népagadalmondó versenyzők áradjanak fel a harmadik emeletre, és a nép mesemondó versenyzők maradjanak itt a szinten. Köszönöm szépen, és mindenkinek sok sikert kívánok! Családban pedig élt egy gyönyörű szép leány, Mariska. Ez a Mariska nagyon megtetszett Pista szüleinek, és elhatározták, hogy megszerzik félkegyelmű fiúknak. El is ment Pista édesanyja Mariskáékhoz, és mondja: hallja kell, szomszédasszony, adja Mariskát a fiunkhoz, nem kell akkor ám más tardójára jár. Áldjom, asszony, kását főző, tejbe, bajba, vasfazékba, ilyen a fedője. Ő de szépen forgatta a szoknyát, gyere aljél. Ne tudod egyedül mondani? Segítsük? Jó, akkor segítsük rajta. Ángyom, asszony, kását főző, tejbe, bajba, vasfazékba, ilyen a fedője. Ó, de gyönyörűen pörgött a szoknyát. Ki szeretné még, Anikó? Ilyen fedő. Hú, de gyönyörű kék szoknyám van. Te is meg Tató Zsófi, nem? És a Csepi? Együtt, gyere Csepi. Együtt, jó? Segítek mondani, te csak pörögél. Együtt, jó? Rajta. Ángyom, asszony, kását főző, tejbe, vajba, vasfazékba. Ilyen a fedője. De szépen pörög a Csepinek a szoknyát. És ha alszik, megkeverjük a kását, megsütjük a fogását, és aztán fölemeljük a felkeket. Jó, álljunk egy nap föl. Ki legyen a cica? Már várjál, először elmondjuk, hogy emlékeztek elég rá. Már tudjuk, már én is tudjuk, akkor legyen. Yeah!
Köszönöm, hogy
Ki jön be? Ez az ember? Feleli a farkas. Ez még nem. Ez csak lesz. Várnak, újra várnak. Egyszer csak arra jön egy vén boldus. Kérdi a medve a farkastól.